minden korosztálynak, minden közönségnek szervezünk programokat, tehát a művelődési ház egy olyan hely legyen, ahova akár gyerekek, akár családok, idősek, bármilyen korosztályról beszélünk, be tudjon jönni, és legyen olyan program, ami érdekli őket. Elsősorban a családokra összpontosít az Erkel Ferenc Kulturális Központ az idei program kínálatában, mondta el Repiszki Dániel, az intézmény kulturális szervezője. Az év első programjaként az Erkel Bérlet második előadását rendezik meg január 17-én. Január 17-én, azaz jövő csütörtökön az Erkel Bérlet sorozatunk folytatódik. A Turaid Színház hozza el nekünk Hippolyta lakály címmel egy zenés vígjátékot, a rendezője Mikó István, Jászai Mari díjas művész. Nagyon nagy az érdeklődés, természetesen telt házat várunk. Januárban másik különlegesebb programunk Magyar Kultúra Napja alkalmából lesz itt a Művelődési Házban és a Vigadóban. Ezt követően január végén 26-án szombaton újraindul a családi szombat délutánunk. Ugye ez egy tematikus sorozat, amit már évek óta rendezünk itt a Művelődési Házba. Első alkalommal Pepe Manó érkezik egy zenés gyermekműsorral. Az egyik legnagyobb esemény, amely szintén nagy létszámban vonza az érdeklődőket, a Magyar Kultúra Napja, melyet január 21-én rendeznek meg. Egy kiállítás megnyitóval kezdjük. A Békés megyei X-szemezők kiállítását láthatják majd a vendégek. 17 óra 30-kor lesz a kiállítás megnyitója itt a Földszinti Galériánkban. Ezután átmegyünk a Vigadóba, ott 18 órától folytatódnak a programok. Először az Alapfokú Művészeti Iskola közönségcsalogató műsorát láthatják a vendégek. Ezt követően dr. Görgény Ernő, Gyulaváros polgármestere ünnepi beszédét hallhatjuk. A kultúra napi ünnepségen a polgármester beszéde után az Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíj ünnepélyes átadására is sor kerül. Az estét ugyanott a Vigadóban Szűcs Nelli önálló este zárja, aki Fedák Sári életébe enged be pillantást a közönség számára, és a 20. század egyik legnagyobb magyar színésznőjének emlékét eleveníti fel. A családi szombat délutánok februárban is folytatódnak, szintén februárban Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus látogat Gyulára, aki már többször tartott előadást a városban. Az egyik, talán a legnépszerűbb program a Duma Színház estje, amely rendszerint teltház előtt zajlik.